Egymásnak adták át ismereteiket a diákok Hajdúszoboszló történetéről a Gönczi Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában. A gyerekek városunk egy-egy nevezetességét vagy történetét dolgozták fel, és adták elő a többieknek. Nagyon kevés jutott nekem rajzfüzetre, meg ceruzára, meg festékre, a festéket nem is láttam. Én, amit az én szerszám, rajzszerszámú volt, az tégladarab, kréta, amit tudtam az iskolából elkérni a tanártól, hogy ceruzák, egy kis pici ceruzák is. Ezek mindig nekem itt volt az illetben, hogy ha van valami szép, amit látok, bogarakat, valami természeti csodát, szépséget, én mindig azt lerajzoltam, megvázoltam, és megosztottam a többi barátaimnak. Gyermekéveiről mesélt Sándor Károly festőművész a göncis diákoknak. A gyerekek a művész kiállításának a megnyitója után ismerkedhettek meg közelebbről is Hajdúszoboszló szülöttével. A kiállításra Sándor Károly a Szoboszlót ábrázoló képeit hozta el. Hogy a gyerekek is megismerjék, értem, ami Szoboszlón van, az helyiségek, meg a múltban is volt. Hát van szép helyek Szoboszló, és ismerjék meg. Hát remélem, hogy valaki én utána fölveszi a ceruzát meg az ecsetet, és tovább folytassa. 89-ben festettem, rajzoltam ezeket az épületeket, a 20-as időkben épült, amit azt mondták, hogy ez le fog jönni, és már mire jövök, megint egy év múlva nem lesz itt. Szóval itt maradtam, vagy 3-4 napig, és ezeket vázlatoltam. Úgyhogy ceruza, akvarell, aztán... 5-öt megcsináltam, azt ennyi volt belőle. Sajnálom, hogy nincs, senki nem foglalkozott ezzel. Igaz, hogy ez az egyik, ez nosztalgia nekem, a másik meg régi emlékek, gyerekkori emlékek, ezek az épületek. Sokan fölismerik. Miért pont ezeket az épületeket választottam? Mert ugye azért az elterjedt, hogy valaki mondjuk lefest egy templomot, vagy egy parasztházat, de az, hogy egy divatáru üzletnek a homlokzatát, vagy egy cipőboltnak a homlokzatát, ami itt mögöttünk is van, azért az kevésbé jellemző. Ön miért pont ezek ihlették meg? Nem is tudom, én azt hiszem, hogy gyerekkorban ezeket az épületek, itt szoktunk bámulni, mikor megyünk iskolába, vagy megyünk hazafele, nézzük a kirakatokat. És ez ilyen gyerekkori emlékek, mint az itteni gyerekkori, mit tudom én, hogy ők hova járnak, meg mit bámulnak, és ezeket megszerettük. Sándor Károly kiállítása egy támopos projektnek köszönhetően jutott el a Gönczi Pál Általános Iskolába. A kiállítás csak egy része a programnak, amelynek elsődleges célja, hogy a diákok minél jobban megismerjék Hajdúszoboszlót. A támop 3.1.4 keretében kötelező elem, hogy egy 3 hetet meghaladó projektet mutasson be az intézmény. A tavalyi évben a Csodálatos Magyarország nevet viselte a projektünk. Az idén ennek folytatásonként Hajdúszoboszlót választottuk, hogy a gyerekeink jobban megismerjék a városunkat. A projekt szeptember 29-én kezdődött és október 14-én zárul. 3 részből épül fel. Az első hét a város múltjával foglalkozik, a második a jelenével, és a záró hét majd Hajdúszoboszló jövőjét kutatja. Ez az elmúlt héten a városunkban található neves történelmi eseményekkel, helyszínekkel. Megnézték azokat az létesítményeket, amik már régebb óta fennállnak a városban. Ezen kívül ellátogattak szüleik munkahelyére, megismerkednek ezen a héten városunk intézményeivel, az ott folyó munkával, és találkoznak városunk vezetőivel is. Október 14-én egy városismereti vetélkedővel zárjuk majd a projektünket, amikor is az összes felső tagozatos egy térkép és egy feladatlap segítségével bejárja a várost, osztályfőnökök vezetésével, és a különböző helyeken oldanak meg feladatokat.